diák sapkát a katona sapkával cserélem vele. De a harctéren is rád gondolok majd, és visszatérek hozzád. Mi lesz? Ebben a moziban mindig történik valami. Tudtam, hogy ide nem szabad. Na, mi lesz? Hívják az igazgató. Az igazgató. Nem érdekel, folytassák az előadást. Na, mi lesz? Valaki fölmehetne az irodába. Ilyesek. Ők ide. Legalább egy egyszedő jöjjön. Kedves vendégeink. Ki ez? Takarító. Odát a patikában láttam. Az lehetetlen. Esetleg a teréket cukrázza. Semmi esetre sem az igazgató. Jöjjön ide az igazgató. Ő az igazgató. Mit képzel? Kedves vendégeink. Az először is egy férfi. Én nagyon jól ismerem. Kedves vendégeink, azt a sajnálatos tényt kell közölnöm önökkel. Szóval, hogy elszakadt a film. Tényleg? Elszakadt? Ezt eltaláltam. Na, nem mondja. Pofi. De a jegyek természetesen érvényesek a holnapi előadásra. Adják vissza a pénzt. De kérem, hát itt még soha ilyen... Holnap megint lesz valami. Adják vissza, igen, adják vissza a pénzt! Igen, adják vissza a pénzt! Nem is beszélve, hogy most már teljesen lemaradunk erről a filmről. Azt mondja, hogy a holnapi előadásra érvényesek a jegyek. Holnapira. Csak hogy holnap műsorváltozás lesz, ha nem tudnál, kedves. Holnap műsorváltozás lesz. Ki tudja, milyen vacskot adnak? És ezt már sehol se adja. Nem érdekel, adják vissza a pénzt. Én elmondanám a film végét. Minek a végét? A film végét. Mit akar a mamus? Elmesélem. Mit mesél el? A film végét? Igen. Hát ez jó. Én láttam egy párszor a diák szerelmet, azt hiszem el tudnám mesélni. Maga nekem nem mesélje semmit. Na, mesélje el. Helyes, mesélje el. Az igaz. A pénzünkért akár kétszer is elmesélheti. Meg hátulról visszafelé. Azt hiszem, ott hagytuk a... Ez a jegyszedőnő elmesél. Maradjanak már csendben! Ügyeljek, le fog esni a mamus. Most miért mászik oda föl? Ezt én is kövérdem. Nyugi! Ott hagytuk abba. Ott állt a fiú, és átfogta a lány bálát. Megnyugtatta, hogy ő ugyan, neki ugyan be kell vonulnia a csapat testéhez, de hát ő visszatér a háborúból, és akkor ismét eljönnek ide.
meg aztán valami olyasmit is mondott, hogy nem kell félni, rossz pénz nem vészel, de azt megtiltom neked, hogy kikísérj a pályamról. Hát, hogy lehet ilyet megtiltani egy szerető szívnek? Hogy lehet ilyet mondani egy fiatal lánynak, hogy ne kísérje ki a szíve választottját? Hát, elkísérte. És ez lett a veszte. Úron találkoztak Walterral. Hát, én erre a Walterre csak annyit tudnék mondani, hogy aranyi fiú vagy. Talán még inkább azt tudnám mondani róla, hogy kalandor, kábítószer, csempészéssel foglalkozik. A pályaudvaron úgy üdvözölték egymást Normanddal, mint régi ismerősök. Együtt jártunk egyetemre. Régen láttalak, pajtás. Ja, az egyetem. Az egyetem. Walter persze abba hagyta a tanulmányait, és most hanyag fölénnyel néhány professzor után érdeklődött. Hát az öreg Belzebub. Megvan még a vén sakál. Ilyeneket mondott Walter, és közben egyre csak a lányt nézte. Nézte. Az a tekintet, a Walter tekintete, az a híres, ellenállhatatlan szív. Milyen lány, nem kell félteni. Egyszer csak Walter visszaérkezett a frontról, és beállított a lány otthonába. Azt hittem, ön is a fronton van. Egyenesen onnan jövök. Üzenetet hoztam a vőlegényétől. Tessék! És Norman? Norman nem jöhetett. Walter éppen csak kidugta az orrát a frontra, és már is otthon volt. Bizonyos összeköttetések révén egy-kettőre hazakerült, hogy aztán az utcán grasszálhasson ellenállhatatlanul. De most boldog vagyok, hogy itt lehetek önnél. Megkínálhatom egy kis likőrrel. Magam készítettem. Boldoggá tesz. A lány vergődött. Tudta, hogy a vőlegénye mellett a helye, de nem tudott szabadulni attól a tekintettől. Rabul ejtette a tekintete. Legalább egy hétre hazajött volna a vőlegénye. Legalább egy napra, hogy erőt tudott volna meríteni azokból a jóságos szemekből. Rony dolog, ha valaki épp a barátja mennyasszonyát akarja elcsábítani, amikor az kint van a fronton. Hajn akkor kikezdek Fiores Árival. Apádat holtán nyilvánították. Én mégis vártam. Mi a temetőben ismerkedtünk meg. Kivel? Azzal a lányjal. Mikor érettségire készültem. Aha. És ezután már a lány minden nap együtt volt Walterral. Walter színházba vitte, szórakozni jártak. A lányt elbódította a pompa és a csillogás. Nem is sejtette, hogy mi vár rá. Anélkül, hogy észrevette volna, elmerült az alvilági posványban. Majd hazajön a fiú és helyre rázza. Már fel se bontotta a leveleket, amiket a vőlegénye küldött a frontról. Szia, lány! Ópiumot egy barlangban. Barlangban? Hát ópium barlangban, Géza. Maradjon már egy kicsit csöndben.
És az a lány ott van az ópiumbarlangban, és ott csak ülnek, és szívják az ópiumot. És nagyon előkelően van berendezve az a barlang, mélyen a föld alatt, csak suttogva szabad beszélni. És ez a Walter a főnök. Borzalmasak voltak az ébredések. A lány már meg se ismerte azt, aki belépett a szobába. Így történt, hogy egy napon a fiú ott állt az ágynál. Katonaruhában volt a fiú, ahogy hazajött a harctérről. Belebámult abba a megkínzott arcba. Igen. A fiúnak most már látnia kellett, hogy a hírek, amelyeket a mennyasszonyáról kapott, nem túloztak. Ő már nem a régi. Ő már elszakadt mindentől és mindenkitől. Egy szenvedély rabja lett. Nem igaz! Mi nem igaz? Olyat nekem nem mondjon, hogy azt a fiút nem ismerte meg. Az igaz, hogy a leveleit nem bontotta fel, de ha az ágya előtt állt, és nem ismerte meg, az... De ugye a fiú az magához térítette. Végül is csak kilökték ezt a váltást. Az esküvőt mondja el! Milyen esküvőt? Nincs esküvő. De hát amikor a lány meggyógyul. Csak nem akarja azt mondani, hogy... De én tudom, hogy nem hal meg. Tudom, hogy nem hal meg. Honnan tudja? Kérem szépen, biztos, hogy ez ebben a filmben van? Nem is ezt a filmet mondta el! Hová lehetett minket? Én ugye a film felitt a korban! És korcsolyáznak is! Én láttam kinn az előcsarnokba kitéve egy képet, amin karon fogva korcsolyáznak! Mondja el az igazi végét! Az igen, azt mondja el! Mondja el az igazi végét! Mondja már! Az igazi végét mondja el! Nagyon kérem, mondja el! Na, rajta! Mégis, mit csinált a fiú? Mondja el!